A Vörösmarty Társaság Kossuth utcai dísztermében Váci Márk moderálásával nagy érdeklődés mellett mutatták be Simek Valéria Elhamvadt napok és Hittem szerettem című köteteit. A Bakoncsernyén élő Simek Valéria költői írói pályája több mint 4 évtizede kezdődött. Azóta az ország számos nívós irodalmi folyóiratában, a Napútban, a Kortársban, a Vigíliában, illetve a Vörösmarty Társaság által kiadott Vár című irodalmi és közéleti folyóiratban jelennek meg művei. Találkozhatunk különböző életképekkel, különösen csernyei életképekkel, illetve olyan személyeknek az élettörténetével, akik ugyan más névvel, de korábban szerepeltek már a regényben is, tehát ugyanúgy visszaköszönnek, ezért is mondtam, hogy egyszerre mutatjuk be a két kötetet, bár 3 év eltelt azért a kettőnek a megjelenése között, de ezek párban járnak, mindenképpen összetartoznak. Simek Valéria első regénye az édesanyja emlékét őrző Hittem szerettem egy élettörténete. Az író édesanyja bőrébe bújva meséli el életét. A kötet azonban szociográfia is, amely egy kor, egy település történetét és annak szokásait tárja elénk. Míg az Elhamvadt napok lírai elemekkel ötvözött novellisztikus stílus elemeiben elsősorban a hűséget, a szülőföldet és a szeretetet vonultatja fel. Ez a kötet, ez novellás kötet, az első, az pedig regény. Édesanyám életét írtam meg az 1920-as évektől kezdve, egészen napjainkig, és ezek az írások, amik a novellás kötetbe kerültek, ezek már régebben íródtak. Lehet, hogy vannak benne olyanok, amik még régebben, mint a regény. És most jutottam el odáig, hogy összegyűjtöttem, és így csokorba szeretném átadni az olvasóknak. Ahogy az első kötet előszavát, a másodikét is Bakonyi István irodalomtörténész jegyzi, és az olvasó is megerősítheti. Lehet pátosztól mentesen beszélni a fogyó időről, a mulandóságról, a megőrzendő szépségről, lehet lírai elemekkel megfogalmazni a szegénységet, a lelki gazdagság szókincse végtelen.